hogy milyen munkáját végül is. Végül is talán onnét kezdeném, hogy nekem 1991-ben Zalaegerszegen mint festészettel foglalkozó embernek divat bemutató volt. És ez nekem olyan érdekes kaland és kihívás, hogy hát megterveztem ezeket a betűket, hát ki csinálja meg, akkor én csinálom meg. És akkor találtam egy szenzációs embert, egy rendkívül jó mestert, ami hát ilyen fehér holló ebbe a világba, a Lendvai Pistit, és akkor olyan jó volt ezt közösen megcsinálni. Még talán azt is kéne mondani, hogy a két oldalon levő címerek azok a mesteri, a német Jancsié, és talán nem volt könnyű, de talán sikerült ugyanazt a hatást valahogy elérni. Na most bizonyára, hogy ezek nagy betűk, nagyon nehezek forgatni, összetörik, nem törik, egyéb. Szóval ilyen technikai komplikációk is voltak, de egy igazán visszatérve az első meghatározáson, hogy egy ilyen igazi alkotói kalandnak tekintettem. Meg hát a városnak, a városunknak, nem?